eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Hoppá-hoppá, hát üdvözlünk újra mindenkit, Spray és Bondri, továbbra is a kommentátori székben és mikrofon mögött. Szia Spray, továbbra is! Ismét üdvözlök mindenkit, visszatértünk tehát egy fogadható mérkőzés, ami már csak fogadható volt, ugyanis már lejárt az idő, ha jól tudom, és már nem lehet rá fogadni. Az LDLC vs. Reason, vagy Team LDLC vs. Reason Gaming mérkőzése, pontosan akarom magamat kifejezni, ugyanis ezt láthatjuk a scoreboardon is, ezt a két a csapatoknak a teljes nevét. Jól látom, már Reason készen áll a küzdelemre, mindöt játékosok jelen van, még az LDLC-nél két emberre várunk, de hamarosan el fog kezdeni a mérkőzésünk. A helyszín ismét Dust 2, hát mi más lehetne. Olyan rég láttunk Dust 2-t, igaz, Spray? Igen, nagyon régen találkoztunk vele. Legalább megtudjuk, hogy nem fakapuk vannak a pályán most már, hogy ugye az dolgok. Nem is metálkapuk, frissít, hanem és nem is kapuk. Hát végülis a metál valamilyen szinten helyes metál kapu, ugye? De még mindig. Kettő LDLC játékosra várunk, igaz? Igen, kettőre várunk. Hármat mondtam, volna lehet hármat mondtam, kettőre várunk. Nem, igen, három van. Hát most már csak kettőre várunk. Nézzük meg a line-upokat a kettő csapatból. Hát ez most majd, hogyha nem teljesen, hát ez milyen fog hozni, tiszta csapatok. Hisz egy francia és egy dán ötös mérkőzik meg egymással, de az amikor azt mondom, hogy francia, az nem teljesen igaz, hiszen Maniac az LDLC-ben. Ő egy svájci játékos, ha jól emlékszem. Ebben viszont nem vagyok biztos. Igen, svájci. Ő svájci játékos, így van. Happy, Uzi, Apex és Kaylee pedig franciák, egyértelműen. Még a Reason Gamingnél, Spray? Láthatjuk Handent, MSL-t, PNX-et, illetve Kevint, és az ötödik játékos pedig valószínűleg akkor Tenski lesz, ilyen a két négyzet, ez Tenski lesz. Majd egyszer csak, amikor átváltja a nevét, remélem nem az a két négyzetecske a neve. Eléggé érdekes lenne majd az a különböző támadás, két négyzetnél látni őt, reméljük, hogy majd átváltja a nevét, de így néz ki a dánok ötöse egyébként, ami már úgy mondom, hogy megszokott, bár nem régen estek át egy csapatcserén, ha jól emlékszem, egy játékos, azt hiszem lecseréltek. Egyébként közben megoldottam a streamnek a kisebb lag problémáját, mert volt egy minimális, tudom mi volt most már a probléma, most nézek egy netgráfot, megint belerondítok a streambe, de én azt szeretném, hogy a nézők minél jobban érezzék magukat, és így is van már is 150, néha 200 FPS, végre vége a kis lagolgatásnak. Most már egy kicsit jobb élményben részesülhettek. Dot mini konzol, ugye? Jobb felső sarokban. Azért nem tudom, hogy ugye? Hoppá. Legalább neked van a játék, ez a konzol, azt én elfelejtettem megint beállítani, pedig már megígértem magamnak, hogy egyszer be kell állítani. Egyszer nézd vissza a streambe, hogy mekkora konzolom egyébként, amikor előjön. Szerintem, amikor a TeamViewer-rel dolgoztam, akkor nem volt eléggé zavaró a mini konzol? De elhiszem egyébként, hogy ez nagyon lehetett. Közben Kaylee itt volt eddig is egyébként, tehát egy-egy játékosra válunk mind a kettő csapat, ugyanis eddig a Reason Gamingnél. Ja, nem volt a Reason, de nem mindig, akkor ugyanúgy kettő játékosra várunk. Igen, igazából csak egy-egyre. Hogy felcsatlakozzanak ide, de az kettőre. Spray, utána olvastál egyébként a legutóbbi frissítések a játék kapcsán? Igen, utána olvastam. Igen? Természetesen. Akkor beszéljük ki ezt abban az időben, amíg várakozunk erre a két csodálatos játékosra. Ez a Dust 2 vagyunk most szerintem, ugyebár jó, hogy Duston is, illetve Dust 2-n is lecseréltük ugye a kapukat. Maradjuk ki a versenypályákon, ugye? Igen, versenypályákon. Rip fakapu. Nincs fakapu, hanem vaskapu, illetve angolul metál, de itt hívjuk vaskapunak, ne legyen metálkapu. Nem lehet, igen, lehet vaskapu. A jó öreg fakapuk, amik voltak már 1999 óta, igaz? Akkor jött ki az első Counter-Strike talán, vagy hát az első változatokat ugye 98-ban, aztán jött 99-ben az 1.0, aztán jött az 1.5, meg a stb. Ugye, szép kis fémkaput nézzük meg, így becsúszok ide mellé.
Hát igen, egész jó filmes hatása van, nem tudom, ez mennyire látszik, hopp, belemásztam. Hoppá, feljött közben LDLC. Happy is! Igen, és egyébként a vaskapukon kívül még néhány módosítás történt Dust2-n, ugyanis az előtti patchben valami olyasmit tettek Dust2-n, amit nem kellett volna, hogy átlőhető volt rengeteg fal. Nagyon sok fal átlőhető, nem, csak nem tudom, hogy azt az eset kijavították-e, de volt egy ilyen videó, ami bemutatta, hogy hol lehet átlőni Dust2-n, és elég érdekes fotók voltak, úgymond, tehát az A-hoz igen, nagyon sok minden meg lett változtatva egyébként, most Dust2-n. Hát igen, szemét, meg ilyen tégladarabok, meg ilyesmik vannak egyébként néhány helyen, azokon át lehetett lőni például, és az elvileg már fele ki van javítva, de a fele még bent van, úgyhogy majd még lesz egy kisebb patch, amivel ezt javítják. Úgyhogy egyébként mit gondolsz az új mapulról igazából, ugye kiesik Train, és ehelyett Cobblestone és Overpass. Nem Cobblestone, ellenzés, azok is majd esetleg szóba kerülhetnek majd, de először ugye vár Season, illetve Cash kerül be, például az ISF a mapuljába is, de Cobblestone... Hát az ISF, hát Cash-t láthattunk ugye már SEA-n is, meg Season-t is. Ezzel talán igen, de most majd Cobblestone és Overpass fog majd elvileg jönni. Na hát Cobblestone meg Overpass, na hát erre mit mondjak? Érdekes döntés. Persze, hivatalos versenyt kell bevezetni az új pályákat, de én amondó vagyok, hogy nem egy lanon kéne bevezetni, hanem egy online ütközet alkalmával. Tehát a szervezők ezek szerint ők nem ezt erőltetik. Éve egyébként 16-án, tehát 5 napja volt egy patch, amiben az Overpass-t nem teljesen átalakították, de olyan mértékben változtattak rajta, hogy teljesen megváltoztatja a játékmenetet, tehát úgymond teljesen átalakították az egészet. Tehát már készülnek a készítői arra, hogy ebbe egy versenypálya lehetse, és a Cobblestone is egyébként átalakításra került, tudtom ma, így van, kicsit Bane balját, nem is kicsit, nagyon, csak Bane balját, igazából minden mondott benne van a B, tehát Bane szépen alakítottak picikét, hogy tényleg játszottuk pár, és aki bekempelt, nem tudom, játszott egyébként az új Cobblestone-on, nem tudom mennyire. Egyiken sem játszottam. Nem? Az új Cobblestone ott a szökőkút mögött elég érdekes, egy autosznájperre bekempeltél és körülbelül megfogtad az egész, tehát egyedül elég voltál B-re. Akkor az egy sikeres választás egyébként a szervező részéről. Igen, tehát... de most már átalakították, úgy látom B-nek a hátsó részét, pontosan ugye mondtad a szökőkút mögötti részt, úgyhogy valószínű, hogy most már máshogy néz ki, de még én sem játszottam a legújabb, vagy a új módosítások által. Megváltoztatott pályán még én se játszottam, de hát majd lehet, hogy akkor ma vagy valamikor kipróbálom, ilyen is érdekelnek, hogy ez pontosan milyen változtattak. Így van, megérkezett közben az utolsó játékos is, aki egyébként PNX volt talán. Így van, PNX volt, és Tenszki is átírta a nézetekről a nevét, úgyhogy talán most már újra is itt volt, ezt szoktam, hogy talán most újra is itt volt a játék, és akkor elkezdődhetne a késkör, és ha jól látom, ez most meg is történik. A konzol beírta azt, hogy knife, tehát késkör. El fog elindulni Dust2-n a Team LDLC versus Reason Gaming mérkőzés. Have fun, jó szórakozást nektek is, természetesen, illetve játékosoknak sok szerencsét kívánunk az innen is. Nem tudom mennyire, de ez hozzáig valószínű, sem mennyire, de azért jelképesen. Á, hosszunk fog egyébként. A szándéka fontos. Természetesen a késkör, igen, a szándéka fontos. Hoppá, Hunden Hawking közül hova mászik föl, és itt fog majd találkozni Happy-vel, és Happy veli meg őt. Viszont Kevin egyből módosít ezen, sőt, 2 kill is mátárolisták, de újra egyenlő az állás, 3v3, Tenszki módosít is ötleten ezen, és egyből a terroristák megszerzik a késkörnek a győzelmét, és ezzel ők választhatnak oldalt, valószínű, hopp, 2 reboot lesz egyébként, 2 újraindítás, de valószínűleg tartom, hogy maradnak terrorista oldalon a Reason Gaming játékosai, az franciák pedig, tehát majd az Terror Elhájt oldalon fognak kezdeni. Mit gondolsz egyébként erről a mérkőzés, mik a tippjeid, úgymond? Hát nem tudom, de remélem hamar visszajönnek, és remélem van HyperX SSD-jük, mint nekünk, ugye? És hamar rebootolnak a srácok. Én egyébként egy easy peasy LDLC győzelmet várok. Nagyon meggyőzően játszottak szerintem ugye a hétvégi LAN rendezvényen, ami volt. Szerintem nagyon jól játszottak a fiúk. A Reason Gaminget most szerintem keresztbe le tudják nyelni a francia játékosok, de hát meglátjuk, hogy mennyire lesz igazam. Én nem hinném, hogy ez a Reason Gaming egy LDLC szintű csapatnak problémát tudna okozni, de hát majd meglátjuk. Ugye az LDLC nemrég, nemrég, hát tegnap nyertem, tegnap előtt, bocsánat, akkor tegnap előtt nyertem meg a Dreamhack-et, tehát igen, azért... Igen, Dreamhack Valencián, mondom, ezt mondom, hogy igen. Nagyon meggyőző győzelmet utottak a UK-nak. Többek közt maguk mögé utasították a top 1 portugál csapatot is, ugye a Kickel Sportsot. És mellette még, kik voltak még ott lent?
ha jól emlékszem, nem volt még a Hellraisers is, illetve az Epsilon is, ugye a másik nagyon erős francia csapat. Velük küzdöttek egyébként. Illetve az Overgaming és a Platinum azok, akik 5.-8. helyen végeztek. Illetve volt még ott még egy spanyol csapat, aki az Overgaming mellett végzett, azt hiszem nem tudom, hirtelen gyorsan akartam mondani a nevét annak a csapatnak. Az Outbreak, és akik még ott vannak, egy német csapat tudott beférkőzni. A Planet Key Dynamics a top 8-ba. És nagyon lassan rebootolnak a srácok, be kéne újítani néhány SSD-t. Mondjuk a Hyper Kingston-tól, ugye? Egy, mikor is lesz a G-Infinity? Ez mikor is lesz pontosan? Azt tudod egyébként? GVT London... Hát már lassan itt lesz egyébként, nem tudom. Most a július vége, azért mondom, hogy most lesz ugye az ESL-ban kvalifikáció. Holnap után és csütörtökön, és ahogy utána, azt hiszem hétvégén lesz akkor a G-Infinity, vagy valahogy úgy utána. Még valami közül az ilyesmi. Az LDLC nem kapott meghívást, de nem is nagyon kvalifikáltak rá, most itt közben látom. De azt hiszem az NIP, illetve a Virtus Pro ott lesz, ha nem tévedek. A Navi is, hiszem, de gyorsan mindjárt utána nézzük, egy-két pontosan hogyan is néz ki a G-Infinity. Gyors googlözés, és akkor kiderül, hogy hogyan néz ki a mezőny. Ki ez a Hun Den, valami magyar? Ez tetszett. Ornaments. Ups. Diffuse. Itt is. Nem. Hát már nincsen ki közéként, ha jól látom, visszajött az egyik játékos, talán Kaylee jött vissza? Nem? De Apex jött vissza, de, és már csak akkor... Kaylee itt van már! Aztán Kaylee volt az már, Happy! Az utolsó játék, ő is megérkezett, így van, most úgy már is itt van. Mivel ő Happy, mi is Happy-k vagyunk, hogy ő visszajött. Így van. Végre elkezdődött a mérkőzésünk, egy 15 perces csúszással, de a lényeg, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy az LDLC most már készen áll, és Handen is bejött a gót, csak szerintem a State parancs hiányzik, vagy a Swap parancs, vagy a Switch parancs, ugye mindenki eldönteni magának, hogy melyiket szeretné használni. Nézzük, a Ready LDLC, Ready Go Admin, de szerintem még mindig arra várunk, hogy... De, nem várunk már arra, ezek szerint akkor ebből a admin számára is világossá vált, hogy pontosan hol kezd a Rhythm Gaming, melyik oldalt választja, és ahogy látom, a terrorista oldalon maradnak tehát, és a franciák pedig a terror elhájtó oldalon. És... Hopp! Hogy látom, mégse indulunk még el. Nekem ki van kapcsolva egyébként a chat. Uzi, kérek is szünetet. Konzol. Már pont. Dozik, tehát... Egyelőre még. Nézd ki, nem fogok elindulni még a mérkőzésünk, úgyhogy... Még kis szünet, addig még kell majd időm utána nézni a... Infinite most hirtelen elkezdett érdekelni pontosan, mikor is lesz. Tudom, július 26, 27, 28, de most nem vagyok benne biztos. 26, 27, na mindegy, valahogy így egyébként a G-Infinity G3, nem G-Infinity. Kákuli. Egyébként 5 másodperc múlva indul most már a mérkőzésünk, tehát most már kijelentem, hogy tényleg elkezdődik a mérkőzésünk. Nincs több pauz szünetetetés, nincs több várakozás. A mérkőzés online, azaz élő, most már live a mérkőzésünk. Have fun, Rhythm Gaming, hát most már akkor nektek is még egyszer jó szórakozást kívánunk. Bő egy órás mérkőzésünk, tehátok elébe. Francia versus Dán küzdelem a pisztolykörrel fog elkezdeni, és három embert is fölbusztoltak a franciák, ha jól látom, hárman is kimannak, ugye Apex Maniac Kali 3-as már ott van fogadóbizottságként, és a terroristákra várnak, akik egyébként közelükbe se járnak, ugyanis tényleg nem. Mindenhol mennek, csak nem oda! Mindenhol mennek, csak nem oda! Nem rövidre, úgyhogy ebben a busznak most nem sok értelme volt igazából. De hát még várj, még lehet visszafordulnak oda, hogy látom, hosszúról éppen pozíciót váltanak Kevin, Handen, MSL 3-as, sőt a bomba elmegy vissza T-kezdőre, Handenmal érő áll hosszún, és ha jól gondolom ebből, akkor végülis egy B-támadás lesz majd. Sötétben nem mehetnek, nincs menniek, és Kali azt nézi, tehát maradniuk kell az egyenes úton, pontosan elfordulni balra. Tenszképpen jobbra fordul, ami nem jó, viszont közben egyébként Handen gödörből torozza lerakót, dobja a flasheket, a telelő gránátokat, és bejönnek közben B-re. A terroristák Uzi ablakba egybe elmennek, hogy nem akar kockáztatni az életét, ezért inkább az 5v5 visszafoglalási helyzet mellett dönt a francia. És jól látom, megérkezik Kaylee és illetve Maniac is most már itt vannak, a CT játékosok átértek rövidről, és a bomba már ketyeg, úgyhogy
Már csak körülbelül 30 másodperc van a robbanásig, egy decoyt láthatunk közben, ami félrevezetíti majd a CT játékosokat, Kevin közben meg, hogy menjeket, Uzi és Kelly, Uzi még mindig, Kaylee is duplázik, illetve Uzi és Apex fejezi be végül Handen megölésével a kört. Mindig Kelly-t akarok mondani, és egyébként Kelly-nak is hívták egy ideig, csak valószínű, hogy figyelmeztette a kommentát, akkor nem tudom pontosan mi történt. De... Hát gondolom szólt, hogy nem Kelly, hanem Kelly. Igen, és Semler is néha még azért beleesik abba a hibába, hogy Kaliza, de így mindig pontosan, mindig pontosan úgy odafigyel rá, hogy valahogy Semler. Mindig Kaylee. Ki a Semler? Itt van Spray és Bondali. Kinek kell Semler? Közben azért megjegyezzük a Reason Gamingnek. Echoja van, ugye elvesztették a kör, de raktak bombát így a harmadik körben, nagyon bátran tudnak majd vásárolni, de, pregelést, Handen húlik el. Már is csak 2 CZP250, hoppá, 2 CZP250 marad, igen. Pontosan az marad, mert közben PNX fölvette Handennek a P250-jét, lecserélte a Glockot. Kettős ember hátrányban, így most már a Reason Gaming Dán alakulata. És ők már szerintem azzal is bőven megelégednének, hogyha itt Frackhez jutnának a körben. De nem fognak, PNX kap egy nagyon nagy fejest, nem halt bele az egy lövésbe. Devős Apex vezette őt, befejezte ugye, amit elkezdett. Kevin és Tenski röviden próbálkoznak CZ-be bemenni, de Kaylee meg fogja őket fogni azzal a famasszal? Vagy mégsem? Kettőnek együtt van 100 HP-ja, bocs, 10-e volt több mint 100 HP, de Maniac jött hátba, és így könnyű frag volt neki az N4 ágyből. Mind a két játékos 2-0 az LDLC-nek. Így van, 2-0, most jön a vásárlós kör, ha jól látom, harmadik körre, tehát a pisztoly után nem két ekkor lesz, hogy a bombarakás miatt az első körben, hogy lerakták a pisztolyban a bombát, és így már tudnak venni fegyvereket. Igaz, 2 Galil, már csak egy Galil, Kaylee és Apex, Handen is meghalt, a két Galil AR típusú gépkarabélyjal már is meghaltak a terroristák, már csak 3 AK-47-esben bízhatnak, hogy akár, hogy esetleg meglehessen a kör. Happy egyből ez ellen ügyködik éppen, ahogy látom, Kevin felezi le, úgymond az életpontjának a számát felezi le, 51 életpontra csökken. Hopp, MS-szel is meghal, közben Maniac szedi le őt, az autókománk el lemad, Happy, nagy nehezen végül fejbe lövi Kevint, és így már csak Tenski maradt egyedül, aki ha jól látom, alsó, nem, sötétben, lépcsőkön van éppen, nem döntött, de most már eldöntötte, ha jól látom. Nem, még mindig lépcsőkön tétovázik, lemenjen, ne menjen, a bomba egyébként hátul van, rövidre vezető úton, catwalk előtt valahol. Apex pedig számít rá, hogy ott van az, opp, nagyon jó rá a hack, de végül Apex fejezi be a kört, és ebben a körben duplázott, és így 3-0-nál egy újabb ekkor körül, és a fegyveres kört is elbukta a dán csapat. Igen, mint mondtuk, és megjegyeztük, első körben tudtak bombát tenni egy nagyon agresszív B-támadás következményeképp a Reason Gaming játékosai, de most elbukták azt a bűvös-bűvös, megnyert harmadik fegyveres kört. És úgy tűnik, hogy megint B-re akartak volna menni, de nem, mégsem. Hozzá a Six-et azonnal kiszedjük. Megint Apex. Handen ezzel meg... Ó, Kevin! Kevin már csak 34 HP-n, illetve MSL és Tenski is elfognak hullani. Így van, megvan Tenski Apexnek egy double kill kapásból. Apex. Támláján is. Támláján, igen, bocsánat. Közel bambult egy pillanatra. Uzi. Az, aki Handen szedi ki, és úgy tűnik, hogy ez a T-Echo legyalulni. Látszik, így van, Kaylee-nek megvan, PNX és Happy, nagyon boldog az ő kis Kevin fregjével. 4-0 az LDLC-nek, és most egy újabb fegyveres kör jöhet a Reason Gaming-től. Kevin veszi kezébe a távcsőes fegyvert, az AVP-t. Mellette még talán PNX gondolkozik, piciket vegyem még egy VP-t, ne, de úgy néz ki végül, hogy 4AK-47-essel társul az AVP, és ha jól látom, túladon egyébként még megmaradt egy famasz Uzinál, egy VP Kaylee-nél, 2M4 és egy AK-47-es, tehát az ötödik körben egy full set vásáros kör terroristáknál is, és meglátja, hopp, Kaylee egyébként, ha jól láttam, röviden van, tehát nem is hosszú, nem is B hosszút, nem is A hosszút nézi, hanem fönn ma röviden lépcsőknél van a VP-vel, megy is rá a gránát! Le is viszi egyébként, itt nagyon picit 90, minimálisan 1 HP-t okozott ez a gránát, tehát nagyon sokat nem ért, de 99 HP-t csak 7, és ez pont elég volt arra, hogy kicsit megrendüljön
Killinek, Killi alatt a léc, és le is fejezte őt Handen. 5v4 szituáció, a VP-t már is elbukta az LDLC csapata, és most talán ez a kör úgy néz ki, hogy meg lehet a dán csapatnak. Handen indul meg, MSZ-el közben megöli menieket, Uzi megöli PNX-et, Handen már duplázik, tehát röviden megy be a terrorista csapat, mehet le a bomba, Kevin telepíti már a bombát és élesíti is egyben, érkezik Uzi rövidről, 74 HP-ra csökken egyből a francia Happy. Sohozza majdnem meg Kevin, de éppen elugrik a terrorista is, leszedi végül AWP-vel ellenfelét, likvidálja, és már csak Uzi maradt egyedül az LDLC-től, tehát már biztos, hogy 4-1 az állás. A Reason Gaming végre megszerezte az első körét, sok időbe telt, de tudjuk. Ezt a játékot nem Fragrant körre játsszák, tehát op, MSL végül befejezi a kört Uzi megölésével, tehát hiába ment volna Fragre, Uzi a kör már nem lett volna az ödékét. Kőkemény 6 HP-val ért túl egyébként MSL. Nagyon nagy szerencséje volt, hogy jól tudott reagálni, mondjuk ez kevésbé a szerencsé, inkább a tudás. És újabb teljes fegyveres kör, ugye látjuk, hogy sok pénzügyi probléma nincsen az LDLC oldalán. Kaylee az, aki egy AWP-t vett, és így neki csak 200 dolcsa marad, de hogyha erről lenne szó, a következő körben akár dobni is tudnak neki, hogyha persze nyerik. És eddig úgy tűnik, hogy akár meg is nyerhetik, és Handen húlik el először, de MSL válaszol, kiszedi a boldog francia játékost, és már is ott van egy 2 HP, és épek azt kapott egy heget, ugye 20 HP-ára, MSL szedi ki végül őt. És Kevin pedig az jól helyezkedő kocsi mögött mújó Uzit szedi ki, és ebből egy újabb Reason Gaming kör lehet. Kaylee és Maniac maradtak, és úgy gondolom ők mentén fogják a fegyvereiket. Így van, mentén fogják a fegyvereiket, de Kaylee még az egy kicsit próbálgat embert kiszedni, ha esetleg van rá lehetősége, hisz így Maniac tud majd dobni egy fegyvert valószínűleg. Ha szükség lesz rá, de mondjuk nem lesz rá szükség. Happy tud vásárolni, így van, Uzi és Apex is tudnak, és ugye Kaylee és Minnyek is megtartják a fegyvereket. És még pénzt is kapnak a bukott körért, hisz robban a bomba. Úgyhogy ez egy egyértelmű Reason Gaming kör, 4-2, de továbbra is az LDLC-nek. És még mindig fegyveres kör lesz a franciáknak, a dánokkal szemben. Spray? Így van, indul a 7. kör 8 másodperc múlva. 2 AWP-vel felszelek, hoppá, Happy és Kaylee is kezébe vette. Boldog B védő, most már AWP-je fogja várni a terrorista, odaérkező terroristákat. Legalább annyira boldogan, mint eddig. Így van. Uzi egyébként kis szóvica nevével, természetesen Happy-re gondolunk ezáltal, vagy ezúton. Uzi egyébként, ha jól látom, most váltja társát, és Happy végül így közepetén szedi Apex egyébként, közben előre rássol Miden, megölő Handen, megvannak az első kérdők közöként, Kaylee megölő MS-et, 1-1-es street hosszún, Apex megölő Tenskit alsó sötétnél, már is duplázik megint Apex, már nem tudom, hogy eddig duplázása. Körülbelül, vagy talán harmadik lehet, Kevin is duplázik a körben, már megvan neki Maniac dög cédulája is. 2v3 szituáció, a bomba még szerencsére megvan, Reason Gaming szemmel nézve természetesen szerencsére, tehát sajnos vagy szerencsére, ezt mindenki eldöntött igazából, de természetesen pártatlanok a kommentátorok. Na de, PNX a bombával. De. Kivé, pártatlanok, kivé vagy a Cségó Láncson, sok a value, ugye? Spray! De még mindig 3v2. Tehát akár még az LDLC le is hozhatja a kört. Ezt a kört. Bőven. Sőt, akár még a Reason Gaming is. Az LDLC a több eset, természetesen ugyanis ember hátrányban támad a dán csapat, de mondjuk benn vannak röviden. Nem volt senki röviden, nem is nézte senki, busz megállóba megy mindjárt, tehát Kaylee. Viszont PNX bevolkol, begyalogol igazából lerakóra, és már rakhatja is a bombát. Nagyon jó a flash, viszont Kaylee el van füstölve közben. PNX telepíti a bombát, Kaylee az AWP-vel eléggé out of position gyanús közben dobozok mellett. Ott van Kevin az AWP-je, megy rá a heg is. Uzi nagyon meg akarja ölni, jó a flash Uzitól. Meg is akik ki az ellenfelét, és így nagyon könnyedén megölheti. Lefejezi Kevint, már csak PNX-en múlik ez a kör. A Reason Gaming számára Uzi érkezik, meg is öli PNX-et. Nem volt a bomba. Ember hátrányból lerakták a bombát, ez se egy nagyon rossz. Ettől függetlenül PNX-nek ott már esélytelen volt, nagyon szépen körbe zárták az LDLC játékosok. Bugott kör a Reason-nek, de annyira nem szomorúak. Ők is happy-k, ugye? Na jó, már sok lesz, sok lesz arra happy poén. Nem lesznek nem lesznek a nézőink happy-k. Elég. Ez már nagyon rossz. Közben Kevin, megvette az AWP-t, és el is veszett, de Kaylee az, aki duplán fregel a körben, Handent is elhullatja.
őnek egy Galil volt a kezében, marad a 3 AK, amit meg is utalt Tenszki. Így van, nekünk még van AK-nk, fiúk. Apexet fejezi ki. 2 AWP, 1 AK és egy ilyen 4 A1. Apex ugye az, aki elhullott legutóbb. 34 HP-n ugye az előző fregelő. Tenszki fölveszi a bombát, amit nem is tudom, Handen vagy talán Handen veszett el, nem Kevin. De lehet, hogy az AWP-snél volt Kevin. Most ez nem is lényeg, most azon áll a Tenszki az, aki ismét fregel. Megvan a másik fregel körben, ugye lecserélt az AK-t az AWP-re, és a visszanéző CT játékost lőtte ki. 3v3 szituáció. Ez itt Tenszki most, amit nála van a bomba, nem nagyon kell kockáztatnia. Igen, és ráadásul 31 HP-ja van. Ugye ezt is szoktuk mondani, hogy kószagolyó, egy-két kószagolyó eltalálja, már is bukott kör lehet, hisz nála van a bomba, és az AWP is. Ami kulcs lehet a körben, hisz most megy a füst CT kezdőre. És megindul a B támadás, már csak egy játékos ott a franciáknál, név szerint talán Apex, olyan Uzi van, megvan neki Tenszki. Végül PNX-edi ki Uzit, 2v2, jöhet a visszafoglalás és jönni is fog szerintem a franciáktól. Kelly nézi ablakot, Maniac jön közben, sötétből. Nagyon jó helyezkednek egyébként a dánok, ó, Maniac nagyon az jól néz be. De nem tudták előni egyébként egymást, én azt hiszem Maniac meg fogja lőni, vagy legalább kifejezi a játékost, átugrik a tűzön, mint az oroszlán cirkuszban a vaskarikán, ugye. 1v2-ben találja magát, 21 HP-val, de nem tudja leszedni a maradék két. A Reason Gaming 100, majd hogy csak nem 100% HP-val rendek az játékost. 5-3 a Reasonnek, nagyon szép kört láthattunk a Reason-tel egyébként. Mindig van pénz viszont a franciáknál, a 9. körre is bőven jut. És ha jól láttam, Kaylee vehet egy AWP-t, is egy AWP-t, és Apex viszont nem lesz Happy-nek fegyvere. Egy 5-7-nek kell harcba néznie, hogy harcra felszerelkez. Hopp, Tenszki és PNX egyébként közben nagyon gyors lerásoltak. Azt hittem, hogy összebe be is rásolnak teljesen Béle, de végül nem. És Uzi és Happy elfüstöli szépen. Hopp, közben Kaylee az első lövés a körben, az első ölés a körben, nem is csak a lövés. Az AWP halálos fegyverrel meg is szerzi az ember előny csomata számára. Ha jól látom, Apex se vett végül fegyver, pedig volt neki pénze. 5100-at el is tesz a következő kemés, értem igazán, hogy csinált Apex 5100-ból tudott volna venni bőven fegyvert, vagy AFK? Eléggé úgy CT kezdő van még mindig Apex? Igen, CT kezdő ott áll az USP-jével háttal. Nem tudom, hogy mi történt a francia játékossal, de úgy néz ki, hogy egyre csapatának nincs szüksége rá, ugyanis így is ember előnyben van, bár hogyha AFK, akkor 4v4, tehát így viszont egyelő abszolút a helyzet. Abszolút nem AFK, abszolút nem AFK, ki van fektítve neki a flash? Happy most adott van? Most ki van, már B-n van. Ő USP-vel van. Happy. Nem Happy mondod? Apexről, bocsánat. Apexről beszélünk, aki háttal áll CT kezdőn. Ő valóban háttal áll CT kezdőn. De ezek bejönnek az új kapunál, játékosok benn vannak, miden. Így is van, bejöttek középre. Uzi találja szembe a terroristákkal magát, meg is hal egyből. Maniac érkezik hátulról, kiszed kettőt Happy a 5-7-nel. Viszont megöli PNX-et, de Kevin az AWP egyből válaszol. 1v2 szituáció, és ki is jött egyébként Apex. De Maniacet ez se akadályozza meg attól, hogy befejezze a kör. És így a következő körben, tehát lesz egy szünetünk. Elképzelhető tartott, hogy akár egy DDoS-nak lehetünk felmosítsai? Hát, remélem, hogy nem. Ugye, azt senki nem szereti. Ne DDoS, ne! Miért? Na már, nem szeretjük. Az LDLC-nek korábban is volt egy ilyen problémát, nem tudom visszaemlékszelni, talán amikor egy az LDLC-nek azért van rendszeresen probléma, mert múltkor olvasgattam az SLTV-nek a belső admin chatjét, ugye amit szoktunk rendesen olvasgatni, és azt mondták, hogy mert Franciaországban statikus IP-k vannak, ezért rendszeres probléma az a játékosoknak, hogy akinek egyszer megszerezték az IP címét, hát akkor az már megvan neki az az IP cím, és nem sok mindent lehet ezzel kezdeni. Tehát felhívják a szolgáltatót, van olyan szolgáltató, jól tudom, a Franciaországban, aki pénzt kér azért, és ilyen van Magyarországon is IP cseréért, meg lehet új IP-t vásárolni. Na most érted, hogy egyszer fönnmarad Steamen, vagy valami Skype-on, egyszer kell csak leszedni az IP-jét, egyetlen egyszer, onnantól kezdve megint bukott, tehát ez kidobott pénz, tehát nincs értelme megváltoztatni a statikus IP címét, mert akkor mi, ne használjon Steamet, Skype-ot, meg semmit, ne ilyen internetes életet azért, mert DDoS. De szerencsére nem kell DDoS-ról beszélnünk, csak egy internet crash volt úgymond, és már egyébként 2 perc múlva legalábbis, már kb. 1,5 perc múlva biztos folytatódik a mérkőzés, ugyanis az admin chatben már
azt írta 20-32 perc, tehát ebben a percben azt írta az admin, hogy már folytatódik, tehát igazából csak a GoTV delay miatt nem látjuk még, tehát visszajött Apex, biztosan, vagy visszatér hamarosan ide is, delay ellenére is hamarosan láthatjuk tehát a visszaérkezést, és a tizedik kör már elkezdett úgy, hogy újra 5v5. Egyébként ahhoz képest, hogy ember hátrány voltak, úgy mondtad, hogy 5v4-ben, vagy 4v5-ben kezdték a kört. Mi van? Hopp, beültem a trabantba. Vissza is jött. Jött Apex. Beülök a másik trabantba, és te is ülj be az egyik trabantba, menjünk. én már nem ülök be se, ugyanis Daddy visszajött Apex, és ez azt jelenti, hogy a felkészülési idő szünete visszavonva, tehát indul, egy folytatódik ismét a mérkőzésünk. 6-3-nál, tizedik kör. Elkezdődik ebben a pillanatban. 5AK47-es szemben a 4M4A1 hangtompítós verzió gépkarabéjjal, illetve egy AVP-vel. És ha jól látom, BNX nagyon gyorsan, mondjuk ugye most a füst vissza is tartotta éppen, amire ki akart, hogy nagyon gyorsan be akar futni B-re, a füst hatására egyből megváltoztatta a stratégiáját, és inkább jobb oldalon meghúzódott. Jól látom, gödör mellett helyezkedik most meniek, és terroristák pedig megint az új kapunál, az új vaskapunál akarnak majd jönni. Uzi dobozokra, bal oldalon majd láthatjuk egyébként, bemennek egyébként középen Handen és Kevin is már, hát eléggé tétovázik, hogy be kéne ott menni, vagy ne. Ugye az a rész nagyon-nagyon jól védhető az LDLC játékosok számára, akár CT kezdőn is lehet két játékos, illetve ablaknál is lehet akár egy-egy játékos, illetve a B kapunál, úgyhogy eléggé kockázatos 5v5-ben bemenni, persze, hogyha megvan az entry flag, akkor be lehet. Így most eléggé tétomázatnak még a terroristák, mint láthatjuk, hárman elmennek inkább sötétbe, és majd onnan akarnak bemenni B-re. Uzi dobja előre a flash, meg is indul, megöli Kevint! Az első ölés tehát most a CT-k számára történt meg, így a Razen Gamingnek támadnia kell. Apex és Uzi! Kettőse végül, Happy, aki boldogan nevet most, és kettő fejest is ölt. PNX és Tenszki Doxidalát is megszerezte, és 7-3 Apex visszatérésével megvan egy újabb kör az LDLC játékosok számára. Így van, lehet, hogy jól tette egyébként az a kis netcrash. Razen Gaming-nek kicsit megtörhettem, mert most nagyon jó köröket játszott ugye a Razen Gaming, és az LDLC nem annyira simán tudta hozni tovább a köröket. Én most 2 CZ, egy P250, nem 3 CZ, egy P250 és egy ugye 9 millis Glock 18, ugye az ember Kevin kezében, hoppá, az egyik CZ-el is hullik, közben megy ki a 4T játékos középen, hoppá, Kevin szedte ki közben Apex-et CT-ről, de jön tovább ki a B védelem, kitolják a védelmet teljesen, és teljesen közben, körbezárják, bocsánat, a maradék 2T játékost, Maniac lövi őket hátba az USP-jével. És ott van, ugye Kélinél továbbra is az AVP, 3M4A1 és egy AK47 Uzinál. 8-3-nál, és 5 AK-val áll most újra fel a Reason Gaming csapata az Echo kör után, tehát megvolt a pénz a fegyverekkel, és eléggé gyors kör lesz, hogy látni, és már flash-elik a B-lévő játékos, de közéken Tenszki kezdi a fegel, és megvan neki Uzi, és már kettő játékos benn van B-n a bombával egyetemben. Tenszki még mindig a kapunál, megvan neki még egy kill Apex személyében. 4v3 szituáció, Maniac, Kaeli és Happy, aki visszafoglalhatja akár a B lerakót. Happy ott van ablak mellett, Handen pedig itt mellette várja jobb oldalt lent, MS-szel pedig majd Happy-vel szembe lesz, ha felugrik ablakra, de úgy néz ki, hogy nem ugrik végül fel, inkább először megvár egy társai leöljék Kevint röviden. 3v3 szituáció, így a visszafoglalás még akár sikerülhet is. Handen még mindig ablak vett, de jó a flash rá, viszont éppen lenézett, így MS-szel nem vakult el, vagy most így Handen nem vakult el, de végül MS-szel ölte meg az embert, Happy duplázik, MS-szel és Handen is megvan neki, és Kaeli végül befejezi a kört. A diffuse. Hoppa, nem lesz meg ő! És elbukta az AVP-t ezzel! Elbukta az AVP-t! Happy keresi még... Nem lesz már ideje. Nem tudtam elhozni Happy. Nem baj, hát tudnak vásárolni, megvan ugyan az AVP. Látod, Happy-nél ott van 8650 dolcsi. Illetve többiek is, tehát mindenki be tud szépen vásárolni. Apex egyedül az. Sőt, Maniac nem tudtak venni. Sőt, bocsánat, hát egyre jobb vagyok. Tehát... Happy és Kaeli tudtak csak full kevót menni, Maniac, Apex és Uzi pedig kis kevóval tolják a körben. Kaeli fog. Így van, ami nem annyira golyó állat, felé, AVP-vel Kaeli szedi ki MSL-t emberelőnyben, most a franciák.
két körrel a más, bocsánat, az első félidő vége előtt. Két galilla és kettő AK-val nézek most már csak farkas szemet egyébként. Tehát nem olyan erős kombó, főleg, hogy annyi taktikai gránát sincsen már, ha megnézed a Reason Gamingnél. Három flash, négy füst, és ott kappa, hogy ki is lőtt egyébként. Handen hullik el! Már annyi sincs, mint amennyi eddig volt. Kevinnél viszont még mindig ott a bomba. 5v3. 5v3, és Uzi egyébként most elkezd kerülni, ahogy látom. Így is van. Meg lehet neki a közepet leső. PNX volt aztán, igen, aki közepet nézte tékezdőről, így van. Most találkoznak is egymással. Uzi az, aki kicsit jobban, több lövés kap. Konkrétan pedig semmit nem kapott. Uzi meg már is 30 HP van, cserélés Happy-vel. Aki megy előre a nagy KV-val és a fullos felszereléssel. Uzi, aki besegít most Happy-nek dobozról. Kevin már csak 6 HP-val rendelkezik. Uzi megy tovább, Happy kiszedte Kevin közben egy heggel. Tenszki az, aki megtalálja Uzit, de Happy, neki megvan. Tenszki is egy gyönyörű szép fejessel. 9-4 az LDLC-nek. És itt vagyunk az utolsó előtti körben. Az első fél időben. 9-4-4, van 5 körös különbség egyre a két csapat között, és egy Echo körnet nézelébe a Reason Gaming. A Dán csapat 2 CZ, 3 9 mm-es Glock 18-as, 9 mm-es Glock 18-as, tehát, és egy B-rás! Nagyon gyorsan meglepetésszerűen ütett rajta most a Dán csapat a franciákon. Happy viszont, és Uzi készen állt a fogadásra, ott a fogadóbizottság. Ketten is dupláztak, Happy, illetve Uzi, kettős védelem. Nagyon bevált most, és Happy-é a gránáttal az utolsó kill, és így a kört záró kill. Az első félidő utolsókra érkezik, 10-4-nél. Az LDLC maga biztosan vezeti egy olyan mérkőzést. Így van, és most venni kellett, amit lehetett, ugye a té oldalon jött a kettő, bocsánat, 3 galile, 2 AK-47-es. És megint csak taktikai gránátok hiány vannak a csapatok, de ebből egy nagyon agresszív átámadás lesz. Így is van, 4-en mennek, egy ember ment el csak sötét alsóba, de Kaeli résen van, megvan neki Kevin, MSL és Maniac mennek tovább, Maniac, Kaeli és Apex hullak el. És bejött ez az agresszív támadás, nem számított rá az LDLC. Tenszki szedi ki a kerülni kívánó Uzit, és MSL-től megy le a bomba át PNX-nek, átoktatásának. Happy marad egyedül egy nagyon szomorú 1v4 szituációban, hisz ebből a körből így most már csak 10-5 lehet, ha nem tud valamit alkotni. Nem tud semmit alkotni! MSL szedi ki őt is. És 10-5 így az állás a fél időben. Itt Dust 2-n. Így van, good half. Tehát ez egy BO1 meccs, és többek, bocsánat, hogy beleszóltam. Ez egy BO1, tehát angolul van elnevezve ez a BO, ugye best of, azaz a legjobb egy az, aki megnyeri ezt a pályát. Az nyeri meg az egész mérkőzés, és van döntetlen, és nincs hosszabbítás. Közben teljesen írtam neked egy üzenetet, nem láttad de már. Ugye rálesek. Ez egy fontos kiejtés szempontjából biztos. Na de, 20 másodperccel el fog kezdeni, vagy a második fél időnk. Jó, hát ezt nem mondjuk. Hát ez... Hát ez... Csak jelzem, mert idén itt, ahogy hallgattam, hogy teljesen annak a harcodat mondom, na erre figyelj! Mert tényleg... Hát ezt komolyan mondom, hogyha kicsivel minőségtelenebb streamet próbálnánk abszolválni, vagy nyújtani, tök mindegy igazából, akkor simán bemondanám, de ez most nem az a közvetítés, szerencsére vagy sajnos, nem tudom, nézzük, egy kisebb obszén poén nélkül maradnak, tehát LDLC Reason Gaming 15, Spraynél a szó. Másik fél, így van, 16. kör, tehát összesítésben 4 Glock 18-as és egy P250 a franciáknál, míg túloldalon maradtak az alappisztolyoknál, 3 USP, hangtompítós pisztoly és 2 P2000-essel rendelkezett, tehát a dánok. És ahogy látom egyébként a bomba még mindig le van, most már nincsen lent a földön, most vett éppen fel Uzi. És ha jól látom, még egyszer, hát igen, most már megmerem elősíteni magamat, ugyanis bementek közben A hosszúra. A terroristák talán, picit még vacsolják, de úgy néz ki, hogy elindul a támadás. Így van, most jönnek a terroristák, Handen találja őket meg először, megöl egyet. Uzi viszont még mindig él, és duplán fregel, Happy rövidre érkezőket várja már. Kevin megöli Happy-t,
2v3 szituáció, Kevin és Tenszki érkezik B-ről. Most már röviden vannak mind a ketten. Az USP-vel, illetve a P2... Nem, most már ő is lecserélte a USP-re. A fegyverét Kevin is most már USP-vel áll tehát harcba. És két USP-s játékos, tehát érkezik. Jó a flash, de Kálit esse! Kálit esse! Vakítja el, megöli Kevint és Tenskit is, és így duplán freger a körben. 11-5, az második félidőben is jól kezd a francia csapat. Így van egyébként. Nagyon jól kezdtek a franciák, mint ahogy te is mondtad. Szépen be is tudtak vásárolni. 2 Galil, 3 AK a terroristák kezében. Még CT oldalon a 2000-t, 1P250, 2 CZ-től várnak valami csodát a Reason Gaming Dán játékosai. De egyelőre egy nagyon higgadt kör a... Teljesítettől a Maniac entry-zik! Ugye egy belépő frag. Bén és Happy-nek is megvan duplán az A-hosszú frag. De ott van még egy ember, talán Handel személyében nem volt jó a flash. Pont elfordult fel, egy fegyvert szedett fel. Happy meg váltogatott pisztolyt, felszett az ellenfél CZ-jét. És ennek köszönhetően, ennek a szerencsés mozdulatnak köszönhetően elnézett a flash-től, mert nem is számított, hogy ott van Handel harmadikként. Hosszún Apex pedig leszett az utolsó Reason Gaming játékos. 12-5, nagyon magabiztos vezetés a franciáknál. Hívő is egy újabb Echo körrel nézte át szembe a francia csapat. A dároknak nincs még pénze a pisztoly kör elbukását követően. Két Echo kör, megvan PNX Happynek, megvan Kevin is, megvan neki Handen dök cédulája is. Kaylee megöli MSL-t és már csak Tenszki maradt Dén, akivel végül Maniac végez egy fejlövéssel, és így 13-5, két pontra a döntetlentől az LDS csapata. Megkérdezik, nem tudom, hogy M, az ki lenne az a játékos, Happy-t valószínűleg 7 HP-val, és itt Happy, na. Igen. Happy, de egyébként jól megy, ő az első csapatában, ha megnézed. Reasonnél van VP most már, Kevin személyében megvan most már VP, nála van tehát távcsöves és 4M4A4-es típusú gépkarabéjjal rendelkeznek még a dánok. Náluk nincs most hangtompítós verzió, de Kaylee majdnem megölte az AVP-st, ugye felbusztolt Kevin, 74 HP-ra csökkent. Jön közben a középen a támadás a téktől. Mennek át B-re, ahol kettő játékosa várta volna őket, igazából várták is a Reason Gaming Dán játékosai, de hát esélyük nem volt a 5 beérkező tével szemben. És most megy a fogócska. Hoppá, ott a, most ez komoly? Most ez, váltsunk csak vissza, azt most nem teljesen értettem. Tehát hosszún két cipt vágtott egymással, semmi nem volt. Hallod, én kajakra behalusztam, hogy a T találkozott, és hogy megegyeztek így szemeztek egymással, hogy akkor mi most késni fogunk. De nézzek, nézd meg. Kevin! Majdnem egy duplát lő Kevin. Kaylee maradott, és úgy be vannak szorítva ide. A CT játékosod dobja ki a biztonsági heget. Kevin el is hullik, és elvetett az AVP-t, és be fognak most menni a terroristák, hiszen tudják venni a fegyvereket. A CT-től megvan, még egy, így van. Csak Happy hullott el. Csak Happy hullott el ebbe az epic utolsó csatába. Minden fegyvert elvesztett a Reason Gaming, ahogy te is mondtad. Nem tudtak menteni. Nem tudnak vásárolni. 14-5. És ebből könnyes jöjjel lesz 15-5. Echo kör ismételten. Handen egy 5-7-1 Desert Eagle-lel Tenszki, aki már 67 HP-t csökken. Handenek közben 10-re, de Kevin hal meg először a CT-től. A T250 hasznos, PNX, illetve Tenszki szépít a statisztikákon, de már csak egy ember PNX maradt, és Uzi végez végül vele. 15-5, matchpont, már csak döntetlenre jöhet vissza a Reason Gaming. Így is van, és hát most vesznek, amit tudnak. Kevin jön az AVP, ugye tőle megszokhattuk Kevin. Egy eléggé sikeres AVP játékos egyébként. Elköltötte minden pénzét, Kevin? Igen, minden pénzét elköltött, egy kicsit bebagolt az overlay. Egy AVP, 4 darab M4A4. Ritkán láttam miért, hogy csak M4A4 legyen egy oldalon. Egyébként szoktak legalább elvétve lenni egy-egy M4A1 játékos. De úgy látszik, ezek a dán fiúk ezt preferálják. Kíváncsi vagyok, most milyen támadási formát próbálnak. Megint középen mennek, annak ellenére, hogy egyik hosszún volt a legsikeresebb támadása a Reason... Kijött.
Hihetetlen egyébként, hihetetlen nagy hiba MSL-t, hogy egy ilyen egyszerű fraget nem tud kiszedni. És ezzel meg lesz a 16-öt az LDLC-nek a Reason-el szemben. Valószínűleg így van, Handan Hulik el legvégül 16-öt. Nagyon könnyű meccset nyer az LDLC.